Hilda kalapja. Egy szép napfényes reggelen a földből halvány lila csücsökvirágok dugták ki a fejüket. A távolból egy téli álmából ébredező zacskós borz harákolása hallatszott, a levegőben pedig szédülten zümmögtek az első posztólegyek. Tavaszodik, állapította meg Hilda. De kár, hogy nekem nincs egyetlen csinos kalapom sem. Nem is szoktál kalapot hordani. Na jó, de ha véletlenül mégis eszembe jutna. Kölcsön kérhetnéd Béla bájét. Szerinted hogy állna neki Béla bá kalapja? Kérdezte Pofánka. Elég furcsán. Talán mégis jobb lesz, ha beszerzel egy saját kalapot. Kalapot akármiből lehet készíteni. Szólt közbe Zödön, lerakva a fűbe egy zacskó szárított vacspenótot. A nagybátyám például egy üres konzervdobozt hord fejfedőként. De hát neked nincs is nagybátyád. Na jó, nincs. De ha lenne, biztos azt hordana. És ha zokniból készítenél magadnak egy kalapot? Zokniból csak egy nem túl elegáns sapkát lehetne készíteni. Szerintem néz körül az elhagyatott réten. Én szívesen elkísérlek. Ajánlkozott Valér. Ó, ez a vidéki élet. Hova, kuflik? Kérdezte kíváncsian egy csíkos csújmász. Kalap alapanyagot keresünk Hildának. Tudok én a réten mindenféle alapanyagról. Akadik kácat alapanyag, mászat alapanyag, kis szerencsével talán még némi malac alapanyagot is találhattok, de kalap alapanyag sokan keresik, így gyorsan eltűnik a rétről minden efféle. Mi azért nézelődünk egy kicsit, mondta Hilda. Átszögdécseltek Valérral egy szőrcserjeligeten, megkerültek egy kiszáradt befőtt bokrot, amikor... Oda néz, mi van ott? Kiáltott fel Hilda, és egy gyönyörű színes kalapot emelt fel a földről. Szerinted hogy áll? Nem rossz, bár egy kicsit emlékeztet a varázsgombák sityakjára, mondta Valér, és elővette egy zsebtükröt. Egész jó. Bár tényleg olyan, mint egy gombakalap, meg aztán szorít is egy kicsit. Sajnos nem az én méretem. Hilda megfogta a kalapot, hogy levegye, ám az nem mozdult. Úgy látszik, rám szorult. Segítenél kicsit? Na-na! Valér húzta jobbról, húzta balról, rángatta előről és cibálta hátulról, de a kalap nem mozdult Hilda fejéről. Látom, van egy kis gubanc. Mi tagadás? Hilda fejére rászorult ez a gyönyörű kalap. Nem csoda. Mi egyebet vártok egy varázsgomba kalaptól? Hihetetlen, hogy velünk mindig valami ilyesmi történik. Nyugi! Azért lehet ezért segíteni. Két módszer is van rá. Melyik a gyorsabb? Mindkettő gyors, de az egyik egyszerűbb. Csak el kell mondani hozzá a következő varázsigét. Varázsgomba? Darázsplombát varázsolj a garázsomba. De hát ennek semmi értelme sincs. Azt én kérdés. Viszont ha elmondod, magad is varázsgombává változol. És az mégis miért volna jó nekem? Oly, egyszerű! Akkor nem kéne többé levenned a kalapodat. De én nem akarok varázsgomba lenni. Kufli akarok maradni. Ez esetben ugyanezt a varázsigét kell elmondanod csak visszafelé. Akkor már is visszacsinálódik az egész. Így hangzik. Ámbozsára, de én ezt nem tudom elmondani. Tükör, van-e nálatok? Persze. Akkor odaadom a varázsige szövegét, bár ami azt illeti, azt tiltja a szabályzat. Na ne üssek ő. Tükörből felolvasva könnyebb lesz elmondanod visszafelé. Azzal Hilda kezébe nyomott egy gyűrött papírdarabot. Köszönöm. Nyögte Hilda, és oda tartotta a tükörhöz a papírt. Abmózsárag, aljózsárav. Jó lesz ez, folytást. Tábmolbzsárad, abmogzsárav. Thank you.
Ti még el sem indultatok? Vizé, meggondoltam magam. Már nem is akarsz kalapot? Már nem. Rájöttem, hogy mindig összekócolná a kontyomat. Ezt nem értem. Még mindig csak a második fekvőtámasztnál tartok, pedig az imént, mintha már megcsináltam volna, vagy 30-at. Az előbb én is kihoztam az üregemből egy zacskó szárított vacspenótot, és most még sincs nálam. Tavaszi feledékenység. Gyakran előfordul ilyen tájt. És lehet ezt gyógyítani? Fél óra hátra bukfenc, és ismét mindenre emlékezni fogtok. Ez igaz. Dehogy is, most találtam ki. És mi lesz, ha rájönnek? Majd újra elmondod az abmozsárak varázsigét. Végül is egy ilyen szép tavaszi nap akárhányszor elkezdődhet, mondta Valér, és ebben bizony igaza volt. Na, azt tudja, nem várom meg, hogy újra elkezdődjön ez a rész. Odalent a fűben. Egy átlagos őszi délutánon történt. A fáradt kék égen egykedvűen sétáltak a felhők. Bla, 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 bla. Napok óta nem történik semmi, de semmi. Sóhajtotta Valér. Hetek óta... Javította ki Zödön. Lassan már az unatkozást is unja az ember. A kufli? Helyesbített Valér. Épp egy madár kezdett énekelni a közelben, de aztán meggondolta magát. Zödön nagyon sóhajtott, aminek olyan hangja volt, mintha egy szélviharral teli bőröndöt gurítottak volna le a kupac oldalán. Nocsak! Szia! Minden rendben? Kérdezte Zödön. Megzavarzátok az ünnepséget! Miféle ünnepséget? A macska legyek őszi báját! Nézzétek! Pont most kezdik a körtáncot! Ezt a táncot hívják bogyós trappolósnak is! Magyarázta Béla bá. Az ünnepre minden macska légy bojt bogyót rak a fejére. Amelyiken piros bogyó van, az a macska legyek királya. Látjátok, ő vezeti a táncot. Nem is tudtam, hogy a macska legyeknek van királya. Suttogta Zödön. Azok ketten ott mit csinálnak? Ők a strázsa legyek, vigyáznak a rendre. Valamiért nyugtalannak tűnnek. Nem csoda! Egy levernyó közeledik, mondta Béla bá, és egy sárguló lepényfű csomó felé mutatott. A levernyóknak az a legnagyobb örömük, ha elronthatják mások mulatságát. És valóban. A levernyő gonosz mosolyjal ajkán felfújta magát, és olyan hangot hallatott, amit leginkább egy bélbajos medve befögéséhez lehetett hasonlítani. A macska legyek azonnal abbahagyták a táncot, és undorodva befogták az orrukat. A levernyő hangjára ekkor egy megtermett kócféreg bújt elő egy bajusz bokor árnyékából. A kóc égnek merett a hátán. Látszott, hogy nagyon mérges. Yeah.
ijesztő pofákat vágnak. A levernők és a kocsszörgek ősi ellenségek. Ha keresztezik egymás útját, annak gyakran verekedés a vége. Ezek mindjárt egymásnak esnek. Ám ekkor a levernyő és a kócféreg megtorpant. Mi csak? Egy nevetke! Meglátva két verekedni készülő rondaságot, először elmosolyodott, aztán hangos nevetésre fakadt. Először a macska legyek kezdtek somolyogni, majd kacalászni, aztán hirtelen a levernyőt és a kócférget is rázni kezdte a nevetés. A nevetke nevetése végzetesen ragadós. Mi ennyire mulatságos néhány fűcsomóban? Beszélünk semmi, de közelről. Erre mi is kíváncsiak vagyunk, mondta Titus. Oda fekhetünk mellétek? Persze, csak vigyázva. Közben úgy tűnt, a nevetke kiszórakozta magát, mert felvette a szatrát és tovább sietett. A levernyő és a kócféreg abba hagyták a hahotázást, aztán vállat vontak, és ellenkező irányban elaraszoltak a dolgukra. A macska legyek újra táncolni kezdtek, és a kuflik maradtak, hasalva a fűben. Bárki azt hihette volna, hogy csak úgy unatkoznak ott. Itt keresnek szereplőket egy fűben játszódó történethez. Attól tartok, elkéstél. Bélabá távcsöve. Egy pompás nyári reggelen Bélabá kupac tetején nézelődve észrevett valamit a távolban. Elővette hát a zsebtávcsövét. Bélabá távcsöve. De hát ezt már mondtam az előbb. Na mindegy. Igen ám, csak hogy amint Bélabá a szeméhez illesztette a távcsövet, az üvege kiesett és elgurult a fűben. Amanórunk, jön meg! Bosszankodott Bélabá. Mit csinálsz? Mi történt? Valér odaugrált, hogy segítsen. Régi darab már! Még az öregapámtól kaptam ajándékba, pendelyes kufli koromban. Elveszett belőle egy csavar, állapította meg Valér. Csak hogy ilyen csavar nem terem minden bokorban. Mi a csavar? Kérdezte Fityirc. Ilyen régi módi csavar még ott sem, rázta meg a fejét Valér. Efféle holmikat a csocsótánynál érdemes keresni. Szólt közbe egy arra kódorgó, grabancos baflag. Hol lakik az az illető? Kérdezték tőle a kuflik. Rövid sétára minden. Mutatott egy karcsú létra fára a baflag. Néha az az érzésem, hogy valaki kitalálja ide ezeket a furcsa lényeket, ingatta a fejét Valér, miközben leszögdécseltek a kupac oldalán. Ki tudja? Lehet, hogy minket itt csak kitaláltak ide, mondta Fityirc. Micsoda badarság! Kitalált kuflik, hogy szögdécselhetnének egy igazi réten? Nevetgélt Bélabá. Még tovább is beszélgettek volna, de közben odaértek a létrafához. Kicsit furcsán néz ki, de könnyű felmászni rajta, mondta Valér, mikor felpillantott a fára. Ó, ezek a fiatalok! Rövid kapaszkodás után ott is voltak a csocsótány példátlanul rendetlen fészkében. Nem.
mi kéne volna? Kérdezte tőlük a borostás bogár. Egy idevaló csavart keresünk, mutatta Valér Béla már öreg távcsövét. Csáros kérdés! Dünnyögött a csocsótány. Van egy lomozom tele picnikkel, srófnikkel, csavarokkal, meg zimmentyűkkel. Turkáljatok benne, hát találtok valamit. De ott sincs, nézzetek körül a tokmány a peckek és flaknik között. Egy ilyen apró holmi bárhol elkeveredhet. Még sok ilyen szép szót tud? A szép szavakat ott külön gyűjtöm, mutatott egy viharvert fiókos szekrényre a bogár. És ez itt? Az egy régi típusú egyszerre néző. Ha felveszed, egyszerre látod, ami volt, ami van, és ami lesz. Kipróbálhatom? Persze, de csak óvatosan. Valér a fejére húzta az ütött kopott szerkezetet. Fú, mekkora összevisszaság! Véletlenül nem láttad a jövőben, hogy megtaláljuk-e a csavart? Kérdezte Béla bá. Csak zödönt láttam felbukkanni egy pillanatra. Én is kipróbálom. Képzeljétek! Azt hiszem, láttam, hová tűnt a távcsövem csavarja. Valószínűleg zödönettem meg a vacsóskával együtt. Akkor végképp búcsút vehetünk tőle. Az nem biztos. Lehet, hogy megakadt a torkán, és ezért turkált olyan nagyon a szájában. Menjünk haza gyorsan! Jó, de majd máskor vissza szeretnék jönni ide. Mindig megtaláltok itt. Kivéve szerdánként. Olyankor csocsózni járok a focincénekkel. Mondta a bogár. Mikor hazaértek, a többieket ott találták a kupac tetején. Valami beszorult zödön foga közé. Talán egy csont? Azt mondja, hogy a vacsóskának nincs is csontja. Fordította Hilda. Ha idehajolsz, megnézem, mi az. Zödön nagy nehezen kirángatta a kezét a szájából, és lehajolt Valérhoz. Rögtön gondoltam. Kiáltotta Valér rövid nézelődés után, és egy apró csavart piszkált ki zödön foga közül. De jó, hogy meglett! Akkor játszhatnánk is vele egy távbújócskát. Mi elszögdécselünk jó messzire a réten, te pedig megkeresel minket a távcsöveddel. Remek ötlet! Ingatta a fejét mosolyogva Béla bá. Aztán személyhez illesztette a távcsövét, és fürkészni kezdte az elhagyatott rét, bokrokkal petyezett végtelenét. Ha nem lennének, tényleg ki kellene találni őket? A kuflik és egy... Szóval a kuflik és egy zsibbadó dudor. Minden csupa lotymánc és szipony. Úgy látszik, kiújult a makacs ugródudor zsibbadásom. Panaszolta egy őszi reggelen Béla bá, miután nagyokat szuszogva kimászott a lakó ürege ajtaján. Hát nem csoda, az én ágairól is csöpög az az undok, hideg nyirok, mondta a beszélő fatuskó. Béla bá felvette a ballonkabátját, a fülvédőjét, és kezdődött. Jobb lesz, ha teszek egy rövid sétát. A mozgás mindig segít az ilyen nyavajákon. Mondta, és azzal elindult sétálni. De olyan lassan haladt, hogy azt a részt inkább átugorjuk. Béla
Bélabá, játsszunk kőpapírollót! Ha-ho, Bélabá! Nem tudjátok, hol lehet Bélabá? Sétálni ment! Ó, csak nem esett valami baja, törvelte kezét Hilda. Az is lehet, hogy eltévedt, csopánkozott Pofánka. Ez? Nyomozzuk ki, hol lehet? Szökkent fel a fűből Titusz. A kuflik rövid készülődés után sietve elindultak. Olyan, elvesztettük a nyomot! Torpant meg hirtelen Titusz. Kit kerestek? Szólalt meg egy rótlábú haharca fejük felett. Bélabát! Válaszolta neki Titusz. Láttam őt egy peckes nyúlbogárral beszélgetni, mondta a haharc. Egy doktort keresett. Valami doktor Fú, vagy Brú. Nem emlékszem pontosan a nevére. Borzolta fel a tollait a haharc. Doktor Furdancs? Doktor Futrinka? Doktor Fukar? Doktor Fuszújka? Doktor Fuszekli? Egyik sem! Talán Furcsa. Doktor Furcsa. Talán Doktor Furcsa? Ez az! Doktor Furcsa! Doktor Furcsa. A zsibbadások és bizsergések szakértője. Itt vagyunk, mondta Titusz, és meghúzta a csengőt. Ki az? A kuflik vagyunk, és barátunkat, Bélabát keressük. Jó helyen jártok, gyertek bele. Doktor Furcsa vagyok. Ez a rendelő. És hova Bélabá? Itt vagyok. Szólalt meg Bélabá hangja az egyik szék felől. Nos, igen, a barátotok most átmenetileg egy kicsit láthatatlan. Láthatatlan? Értetlenkedtek a kuflik. Ez a teknőc tokabogyó mellékhatása. Köztudott, hogy ez az ugródudor zsibbadás leghatásosabb ellenszere. Bélabának zsibbad az ugródudora? Csodálkozott van. Ti miért beszélgettek úgy, mintha itt se lennék? Ne haragudj, még nem szoktuk meg, hogy láthatatlan vagy. Egyelőre nekem is elég különös érzés. Induljunk! Még haza kell érnünk, mielőtt véget ér ez a történet. Mondta ekkor Titusz. A viszontlátásra. A kuflik sietve elbúcsúztak Doktor Furcsától, és hazaindultak. Na, megtaláltátok a barátatokat? Kérdezte a drótlábú haharc, amikor a kuflik a közelébe értek. Persze, itt van velünk! Válaszolta Titusz. Nem látom. Rázta a fejét a madár. Nyugodj meg, mi sem. Mondta neki vidáman Valér. Ezek teljesen meghibbantak. Gyerekek, úgy hallom, hogy hozzás sikerrel jár. Állapította meg a beszélő fatuskó, amikor a kuflik végre letelepedtek a kupac tetején. Közben Bélabá ismét látszódni kezdett egy kicsit. Ha rám hallgatsz, nem változol vissza, te teljesen. Mondta neki Zödön. Így, bármikor túrhatod az orrodat, senki sem látja. Ezt még azért fontolóra veszem. Viszont akkor soha többé nem lehetne veled kőpapírollót játszani. Sóhajtotta szomorúan Valér. Ez igaz? Délután aztán Bélabá majdnem teljesen láthatóvá vált. Na, annak úgy örülök, hogy a zsibbadás nem tért vissza. Mégiscsak tudja a dolgát ez a doktor Furcsa. Biccentett elismerően Pofánka. Azért ezen túl gyakrabban megyek ugrándozni az elhagyatott rétre. Mi meg majd? Nyomozunk utánad, kiáltotta vidáma Valér. Persze, csak is egy igazi nyomozó vezetésével. Tette hozzá jelentőség teljesen Titusz. Aztán gyorsan elindult, hogy megkeresse a pipáját, amit az imént meggondolatlanul eldobott valahová. Á, gyerekek, én nem tudom. Hova furcsák lettek ezek a kuflik?